Légtérkép című lemezem egy angol nyelvű nagylemez és egy magyar nyelvű kislemez után született. És számomra azért különleges, mert azt érzem, hogy annak ellenére, hogy szerintem műfajilag is ez a legsokszínűbb eddig, mégis valahogy a legegységesebb lett, és szerintem jól fémjelzi azt az utat, amit bejártam azóta, mióta zenei pályára készülök. Én klasszikus énekesnek készültem, a Miskolci Bartók Konziba jártam 5 évig, és utána a Zeneakadémián már jazzénekesként diplomáztam. Folyik a csend medreső. A dalszerzés úgy működik, hogy vagy a saját érzéseimet, megéléseimet, történéseimet írom bele a dalokba, vagy pont fordítva is működhet, hogy egy zene születik meg, és az hat rám valahogyan, és akkor az az érzés bontódik ki szövegben. A légtérkép, talán azt tudnám mondani, hogy két ember kapcsolatáról, egy ilyen láthatatlan fonalról szól, ami átível szférákon, időn, téren keresztül, de szerintem nagyon-nagyon sokféleképpen értelmezhető, és szeretem is azt, hogyha valaki magát meglátja a dalban, mert szerintem azért is érdemes személyes történeteket mesélni, mert ezáltal kiderül, hogy lehet, hogy a részletek azok különbözőek, de az alap élethelyzetek, az alap érzelmek, amiket megélünk, azok egyetemesek és mindenki számára ismerősek. Én zenében is törekszem arra, hogy ez a lírai világ valahol találkozzon egy kicsit talán pszichedelikus megszólalással, hogy legyen valami varázslat azon kívül, hogy egy igen, lírai szöveg vagy lírai zene szólal meg. Amikor azon gondolkodtam, hogy a légtérképet vagy annak a képi megvalósítását kire bíznám szívesen, akkor jutott eszembe Evzámbó Szonya, akinek már láttam korábbi munkáit, Mörg zenekarnak vagy Pátkai Rozinának is csinált többek között klipet, és azt gondoltam, hogy ő erre nagyon jól tud majd reagálni, és nagyon kíváncsi is voltam, hogy ő mit lát ebbe bele, és hát nem csak, hogy hozta azt, amit én gondoltam, hanem túl is szárnyalta valójában. Egy nagyon különleges képi világot álmodott meg, szinte ilyen mesebeli, tényleg egy szép környezet, nagyon hangsúlyos benne a természet, de mégis a szürrealitással nagyon összefolyik sokszor, és hát talán már, hogyha a helyszíneket felsorolom, már ebből is picit ez érződni fog. Egyrészt az Anna völgyben forgattunk, egy csodálatos erdei környezetben, a patakpartján, vízesés mellett és tényleg az erdő közepén, másrészt pedig a Dunán, és ez konkrétan azt jelenti, hogy a Dunán lebegtem egy matracon pár órán keresztül, sötétben is, és a klipben drónfelvételek is szerepelnek, amit Karcsi Marci művésznéven alkotó operatőr készített, és szerintem ezáltal is kinyílott az a perspektíva, amit akár így a cím jelöl a légtérképpel. Mikor fel kell ott.